vacaki birkában, fülétől a farkáig benne van minden, és hát a fej, ami nagyon jellegzetes karcagra. Nagy izgalommal készültünk, hiszen két év pandémiás évet követően most újra ismét megrendezhetjük hagyományosan a karcagi birka főző fesztivált. Pa. 241 főzőhelyünk volt kijelölve, és ebből 5 nem került kiadásra, az összes többi helyen főző található, akik már főzik, készítik a finom hungarikum birka pörköltöt. Én azt gondolom, hogy tradíció és hagyomány a birkafőző fesztivál megszervezése, hiszen egy olyan gasztronómiai rendezvényről beszélünk, amely nem csak a főzésről szól, hanem sok minden másról. Hagyományőrzésről, hagyományápolásról, ennek a fontosságának a hangsúlyozásáról, arról, hogy apáról fiúra szálljanak azok a hagyományok, elsősorban a birkafőzés hagyománya, de természetesen ehhez még sok minden kapcsolódik hozzá, hiszen minden részét szeretnénk bemutatni a városnak, amely hozzánk kötődik, tehát a néptánctól kezdve a magyar nótán keresztül minden olyan lehetőséget, amely a város színesíti, és amelyet a turistáknak, mindenképpen az ide látogatóknak, a vendégeknek szeretnénk megmutatni. Az út, amíg eljutunk a jó birkapörköltig, itt körbejárunk Karcagon is, többféle változat van. Mindenkinek megvan a maga titkos receptje. A lényeg az, hogy a barátoknak, a családoknak ízletes legyen, a végeredmény a fontos, az, hogy egy finom, karcagi típusú ízű birkapörkölt legyen. Van, aki paprikásként készíti, én pörköltként, de a végeredmény fontos. Tehát semmilyen olyan komponens ne tegyünk bele, ami a karcagi birkapörköltben nem való. A rackának egyébként is egy sokkal lágyabb, sokkal kellemesebb, legalábbis szerintem kellemesebb textúrája van, és mivel nincs birka íze, ezért amikor megfőz, még olyan emberek is szívesen megeszik, akik egyébként nincsenek hozzászokva mondjuk a merinónak a testesebb birka ízéhez. És mivel a technológia az ugyanaz, mint a merinónál, ezért a végén a birka pörkölt is nagyon hasonló, csak a birka íze egy kicsit kevésbé jelenik meg benne. Jó birkapörkölt, a karcagi birkapörkölt. A karcagi birkapörköltet valamennyien ismerjük, akik itt részt veszünk, és annak rendje módja szerint főzzük. Pici eltérés mindenkinél van. Nekem van egy kis kazak beütés a főzésbe, ami családi titok, meg lehet kóstolni. Annyival több, emiatt már két alkalommal megkaptam a kazak konzulnak, illetve a nagykövetnek a külön díját. Ez egy nagyon finom, igaz, hogy nagyapáma annak idején a háború után fogságban volt, onnan hozta magával ezt a kiegészítést. Nagyon finom füvekből van ez a kiegészítés, ajánlom mindenkinek figyelmébe, habár jelenleg még családi titok. A birkának inkább fagyúsnak kell lenni, mint soványnak. A fagyúból lehet leszedni, de nem szabad mindet. Sovány birkából nehezebb jó ízűt főzni, ahhoz már nagyon jó főző kell, hogy hasonlóra megfőzze, mint ezeket a fagyús birkákat. Fűszert, az pedig szintén, ahogy mondtam, kiváló minőségű paprikának kell, hogy legyen. Ugye só, hagyma, fokhagyma. A karcagi birkapörköltnek ennyi a fűszerezettsége. Karcagon nem teszünk bele semmilyen idegen fűszert, a hagymán, vöröshagymán, fokhagymán, paprikán és a són kívül gyakorlatilag. Biztos nem rontaná el más pörköltöt, hogyha tennének bele egy kis paprikát, paradicsomot, de Karcagon ez nem szokás, és a karcagi birkában ez nem is kell.
A jó birkapörköltnek a titka egy a hely, a városnak a neve, a Karcag, és ennek a település, ennek a régiónak, mert ide mondhatnám a Hortobágyt, mondhatnám az elhangzott Kisújszállást, Mezőtúrt, meg Túrkeve, ha jól tudom. Ezek mind-mind olyan területek, olyan szikes területeken legelő jó állományok vannak, és hát természetesen ehhez kellenek azok a juhok, amik már nem fiatalok, a 3-4 évestől a 10-12 éves korig a legmegfelelőbbek a birkának. És hát egy nagyon speciális a karcagi birka, hisz ennek az alapanyagai nem lehet benne paradicsom, nem lehet benne paprika, itt száraz fűszereket tesznek bele, ez az elvárás, legyen benne a hús, legyen egy kevés zsír, legyen hozzá só, a törött paprika, a fűszerpaprika és a hagyma természetesen, ami nem annyira száraz, de a két hagyma, a fokhagyma és a vöröshagyma, ezek belekerülhetnek, és ebből kell alkotni egy csodálatos birkapörköltet.